Én nem éreztem olyan jó magam. Későn feküdtünk le tegnap éjszaka, vagy ma hajnalban, és korán keltünk, és ittuk a hegylevét napközben, és úsztunk, és utána nem szólt koncertezni. A közönséggel semmi baj nincs. Mi voltunk egy kicsit ilyen deprimáltak. Próbáltunk és ittuk a hegylevét, és próbáltunk, és szóval jól éreztük magunkat, és éveken keresztül ez ment, és utána jött ez a Csintalan lemez, ahol a Cyber gyerek, mint sláger bejött, és akkor koncertező zenekar lett belőlünk. Nem tudom, én szeretek idejönni, koncertezni, és úgy mindenki, aki idejön a koncertre, az tényleg egy koncertre jön, és arra kíváncsi, amit ott megnéz, és nem pedig így beesik egy koncertre, és aztán egy picit úgy belekukkant, aztán tovább megy. Szóval úgy jó, úgy olyan odafigyelnek, tehát a közönség az nagyon jó. Itt most vagyunk másodszor ezen a színpadon, mert valahogy ezt a kis tehént az elején máshogy pozícionálta itt mindenki. Nem nagyon tudták, hogy mi ez, és inkább azt hiszem, hogy egy ilyen lakodalmas zenének gondolták a szervezők, és bár volt lemezük és szerették hallgatni, de mégis valahogy nem. Úgy gondolták, hogy ez nem ide való, és tavaly jöttünk először. Azt mondják, hogy indie folk punk. Nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, de úgy érzem, hogy ez jó, nem jelenthet rosszat. Igazán egy zenekarra koncertek, zenekar, tehát hogy a lemez, meg a stúdió munka, meg ezek a dolgok, ezek így nagyon nehezen tükrözik vissza azt, ami vagyunk mi. A koncertek azok visszatükrözik, és az a reakció, amit ott az ember közönségtől kap, tehát az a legfontosabb egy zenekarnak. Most akarok egy új lemezt csinálni, ahol nem szeretném. Tehát azt gondolom, most csak ez egy ilyen feltevés csak, hogy ez az egész lemez csinálás meg minden, ez nem igazán természete a zenének, hanem a zenének az a természete, mint ahogy a könyvnek, hogy van papíron van és így olvasod. A zenének is az a természete, hogy élőben eljátszák neked koncerten, vagy pedig bemennek a házadba és muzsikálnak. Tehát, hogy így élőben van az egész. Úgyhogy, hogy megpróbáljuk ingyen adni a következő lemezt, így letölthető lesz az interneten is, akkor inkább valahogy a koncertek felé húzni a közönséget. Sőt, a barátok csak meg eltemessük.